Na, hal is látszok! Üdv a csatornán, gondoltam csinálok egy ilyen videót, megmutatnám, hogy akkor mi lett a Ventóból, gyakorlatilag kész van. Hát, hogyha igazából nem is teljesen kész, viszont valószínűleg nem sok minden fog változni, tehát hogyha látjátok ezután az utakon, akkor gyakorlatilag szinte ugyanezt fogjátok látni, lehet észre is fogjátok venni a különbséget, ami még fog változni rajt. Járjuk körül azt, megmutatnám, hogy akkor milyen lett a végleges verzió, mert igazából aki Instagramon nem követ meg, máshol talán nem is osztottam, meg Instagramon raktam ki képet róla. Ja, lehet, hogy Facebookon is. Na, az a lényeg, hogy akkor nem is tudja, hogy igazából kéz van, meg hogy milyen lett. Meg aki nem volt Tallinn, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem azoknak, akik zalaegerszegi márkafüggetlen találkozón, hogy oda jöttetek hozzám, voltatok jó páran, és képzeljétek, még Szlovéniából egy srác még egy rajzzal is meglepett. Na, hát ilyen lett, gyerekek. Így néz ki a kicsike. Igen, most már látjátok, hogy fehérek lettek a felnik. Körbejárjuk, azt megnyugtatom akkor, hogy mégis kb. Mi az, ami úgy változott rajt, és mi az, ami ugye tényleg így rákerült. Na, amit így észrevehettek talán, hogy az alsó lámpa sorok, azok feketék lettek. Ugye ott az index, meg mellette lévő prizmák. A felette ugye a fényszóró az ilyen füst színű lett. Ugye ez is, ez se hófehér, hanem ilyen kis füstös beütésű. Főleg talán egy oldalról jobban látni. Egyébként az egyik dolog, amit még akarok cserélni, az egy rács. Ugye ez egy harmadik generációs rács, ez a mosolygós rács nevezik Venton. Hát annyira nem néz ki jól. Ugye az egyes verzió számú rács, hogyha rákerestek, akkor az nagyon sokkal jobban néz ki. Korádókon szokott olyan rács lenni, az ilyen teljesen egyenes, és akkor egy ilyen króm jel szokott az elején lenni. Na, mi változott még? Ja, meg megkapta ide kapott egy CVD matricát oda felülre, látjátok, egy ilyen teljesen mat feketét, semmi írás, nem akartam ide már semmilyen különböző feliratot. Ja, meg megkapta a felniket, ugye, meg a gumikat, ugye, azt nem tudom, azt láttátok, azt se szerintem. Kapott felniket, fehérek lettek. Sokat gondolkoztam nagyon, hogy milyen színű legyen, aztán igazából már oda jutottam, hogy egyszer fújtam ilyenre, egyszer fújtam olyanra, és akkor most a fehér marad egyelőre. De nagyon gondolkozok rajta a mat feketén, mert elmegyek távolabb, aztán megmutatom. Szerintem a mat fekete felnével hogy még zorálabb lenne, de különben ez a fehér se rosszabb, hát nem tudom, hogy mi. Ezzel se rossz a kicsike. Ja, és akkor... Ja, megkapta ugye a hátul 195x50-es van rá robbantva a 8,5 feles felnire, ami épp hogy ugye frankon úgy befér. Ugye mutatom, hogy... Így néz ki. Van kerékdőlésünk is, csak itt annyira nem látszik, mert szerintem a dől jobbra az autó, vagy a másik oldalt. Előre meg a 8 colosra felkerült a 195x45-ös. Igen, itt per 50-es, ott 45-ös, emiatt ugye kicsit előre bukik az autó, aminek örülök. Bár Gevindel is meg lehetett volna, ugye be lehetett volna állítani tekerhető lengés csillapítóval, de így az igazi. Na, mutatok egy ilyen kerékdőlés, vagy ilyen kerékösszetartás dolgot látni talán, hogy nagyon szépen be van dőlve. Egyébként nincs letekerve, közlekedni akarok vele. Az a gond, hogy ugye én ahol lakom, ott nem valami tuti jók az utak, aztán nem akarom, hogy mindenbe beleverjen. Ja, hátulra is kerültek ugye a sötétítés a lámpákra, azt is látjátok, gondolom, hogy azok se azok a rikítóak, szerintem ennyire sötétnek bőven elég is, hogy ennyire sötét legyen. Ja, itt néztem, itt hátul ugye egy 3 centit tudnék engedni rajta talán. Elől megint egy 3 centit tudnék engedni rajta, de nem engedek rajta, mert így is már tegnap fennakadtam, hogy úsztam az alját egy bizonyos helyen, aztán igazából annak meg nincs értelme, hogy az van, hogy végig kaparok mindent, meg tényleg szarok az utak, és ugye valamennyi rugóútnak kell lennie, különben az történik, hogy mindig belever majd a... Na hát ilyen lett, gyerekek.
Ezek a fehér felnik, azok nem vagyok kibékülve teljesen. Azzal az egyel nem, gyerekek. Zorál meg minden, frankó, de fel tudja. Szerintem jó lett. Én valami ilyesmit képzeltem. Ugye mindenki érzéket építget. Ilyen csili-vili verrákat, mondom, én csinálok egy Zorál ilyen stílust. Kis militarit. Ja, meg végére szerintem csinálok egy hangtesztet. Egy mondtátok, hogy csinálok már egy hangtesztet, meg Ferikeinek is mondtam, hogy meg lehet szépen motorfékkel durogtatni a kiput. Ebben nem tudom, mennyire fogja visszaadni ez, de mindjárt csinálom, megyek egy-két kört, azt akkor lesz egy hangteszt is itt benne, jó? Ezt lehet, hogy összevágom, remélem, hogy addig nem kapcsol ki a kamera. Na jó, srácok, akkor köszönöm szépen a figyelmet, szerintem ennyi lett volna ez a videó. Ha kérdésetek van, akkor nyugodtan írjatok, vagyis kérdezzetek, megpróbálok rá válaszolni. Na, jók legyetek, csácsumi!